a mindenit, mindenhol is vagytok, hát szevasztok! Nem akarom különösebben hosszúra nyújtani. A jó azért ez menő. Szóval, 3 évvel ezelőtt mi ráléptünk egy útra. Egy útra, ami arról szólt, hogy a véres novembert szeretnénk továbbra is a magyar pankráció legnagyobb brendjének, a legnagyobb showjának megtartani, de szeretnénk ezt elsősorban szórakoztató show, és talán már nem egy végtelenül véres és veszélyes brutalitás formájában közölni. És nem tudtuk, hogy ti velünk tartotok-e ezen az úton, vagy sem. De most itt vagyunk, teltházzal, 650 emberrel, és úgy látom, hogy nagyon is velünk tartotok. Nem szeretném túlságosan hosszúra húzni, hiszen az az ember, akit most itt a Hall of Fame beavatáson megünneplünk, éppen kint van a hidegben. Várja, hogy vajon hosszan beszélek-e. És hát ugye úgy szoktam. De előtte szeretném, ha fogadnátok valakit, aki mondana róla néhány szót, ő pedig egy olyan ember, aki nem csak korábbi HCV bajnok, hanem azt hiszem, elmondhatom róla, hogy nélküle úgy igazán nincs is véres november. Fogadjátok szeretettel Dovert! Amikor ezt a felkérést elvállaltam a beszédre, akkor nem arra gondoltam elsősorban, hogy úristen, mit fogok mondani, hanem arra, hogy mennyi mindent tudnék mondani. Michael Knights az a birkózó volt, aki mindig is ennyire közel állt ahhoz, hogy úgy igazán beroppanjon, igazán sikeres legyen, és mindig volt valami kis fintor, valami kis apróság, ami miatt ez ugye nem sikerült. De hadd meséljek el erről egy, csak egy gyors történetet, hogy így nagyjából átlássátok így. Michael Knights mi voltál? 2013-ban jelentkeztünk egy tryoutra, training campre, ki ahogy nevezi, egy Zero One nevű japán szervezethez. És hát erre elkezdtünk edzeni, 4-en mentünk. Hónapokon keresztül a saját belünket kitaposva edzettünk, mint az állat. Top formában voltunk, és tudtuk, hogy ott, a tryout után nekünk mérkőzéseink lesznek. Ez volt Michael Knights első külföldi mérkőzése. Kint voltunk. Kint voltunk, tryout nagyon jól sikerült, mindenki egészséges volt, senkinek semmi baja. Jött a mérkőzés. Találjátok ki, hogy ki hagyta otthon a maszkját. Na de ott van Diós András. Diós András több mint 10 éve a magyar pankráció, a magyar pankráció közösség alappillére. Ő az az ember, akihez, ha valami történik, akár itt, vagy akár ott, az egyik első ember, akihez fordulni lehet. És ez nem véletlenül van így. Ő egy olyan ember, aki az általa képviselt értékekkel, a határozottságával, a jellemével, önmagával építette a magyar pankráció jelenlegi formáját. Úgyhogy ezúttal is azt mondom, hogy köszönjük. És akkor hadd meséljek el egy gyors történetet erről is. Karrierem során se azelőtt, se azután soha nem sérítettem le senkit, csak egyetlen egyszer. Na mindegy. Ez Salgótarjánban történt.
Én itt ekkor bajnok lettem, és nem önszántamból. Ideges voltam, csalódott voltam, haragudtam mindenre és mindenkire, főleg saját magamra. Az első dolog hátul az öltözőben az volt, hogy mindenki, András hol van? András volt az, aki helytállt, aki higgadtan hozott döntéseket, akit megkérdeztünk, hogy mit tegyünk, de kérdezni sem kellett, mert ő csak cselekedett, intézte az egész szituációt, mindenki pánikolt, mi legyen, hogy legyen, ő meg csak tette a dolgát, ami egyébként nem is a dolga, de a dolgává vált az évek során. És akkor annyira padlón éreztem magam, hogy semmi kedvem nem volt kimenni a közönség találkozóra, így bajnokként ünnepeltetni magam, hogy miért ügyes voltam. És akkor András odajött, így megfogta akkor azt a két övet, amit birtokoltam, így ráadta a vállam, és azt mondta, hogy most összeszeded magad, kimész, vigyorogni fogsz, előadod szépen, hogy jól érzed magad, és sikeres bajnok vagy, és ki fogod szolgálni a magyar rajongókat, és rohadtul igaza volt. Ő az az ember, aki elegendően tökös volt ahhoz, hogy odajöjjön hozzám, és megmondja, hogy mit csináljak, ha valamit rosszul teszek. És ez a mai napig így van. Ez 10 év alatt nem változott. Az ő szenvedélye, alázata, szorgalma, lelkesedése ennyit sem csökkent a Birkó iránt úgy, hogy vagy birkózott, vagy nem. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. És én ezt azzal a metaforával szoktam illetni, hogy András kell. Ha ma magyar birkó eseményt rendezünk, főleg ekkorát, akkor ezt András nélkül nem lehet, és nem is akarjuk. És minél több év eltelt, annál inkább azon gondolkodtam, hogy ha egyszer valamilyen világvége helyen lerobbannék éjszaka, ki lenne az az ember, aki gondolkodás nélkül értem jönne? Ez az ember az, akit ma beavatunk a HCV dicsőség csarnokába. Ez az ember, ez nem Kornél, nem Michael Nutz, hanem hölgyeim és uraim, Diós András. Köszönöm szépen! Ezt megpróbálom leszedni először, ha sikerül, ha nem, akkor így hülyén fogok kinézni végig, de ez amúgy akár rám is jellemző dolog lehetne. Sok minden szépet és jót mondtak rólam, de lehetséges, hogy a közönség nagy részének gőze nincs, hogy ki az a Michael Nutz. Ugyanis elég régóta nem aktív Michael Nutz, távozott Japánba. Ezt valószínűleg csak a régiek értik. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen köszönő beszédet mondjak, megírjam előre. De még olyan gondolatom is volt, hogy inkább eljövök és csak improvizok, lesz ami lesz. Mert akkor legalább nem köt az a megírt szöveg és a feszültség, hogy jaj, mit fogok elfelejteni. Úgyhogy igazából egyetlen dolog köt most és az időkorlát. Amit természetesen át fogok hágni. Ez egy régi szurkálódás volt, hogy Michael Nutz Nutz-é egy kicsit túlnyúltak,
Mert túlzottan élvezte bent az ellenfelét bántani. Most megy a modern korban mondhatnék más dolgokat, de megpróbálok nem túl straight talkos lenni. Szóval azt döntöttem, hogy egy-két vázlatpontot felírok, aztán majd, ami eszembe jut, azt mondok róla. Hoztam magammal a puskát, mert már öreg vagyok, és lehet, hogy túl sokszor fertek fejbe székkel. Úgyhogy, ha valamit elfelejtek, azt onnan tudom mondani. Amikor nem olyan rég felhívott az igazgató úr ezzel a döntéssel, természetesen egyből megköszöntem a megtisztelő lehetőséget, és elfogadtam, de őszintén néhány napig gondolkoztam, hogy felhívom, hogy te figyelj, mégse fogadnám el. Azért valaki Instán írt nekem, hogy régen rajongom volt, és egy legenda vagyok, és mondtam neki, hogy ez a legenda, ez nem annyira jó szó, vagy erős szó, vagy nem tudom. De tényleg így gondoltam, hogy amit egyébként Dov is megemlített, úgyhogy köszönöm szépen, hogy alátámasztja és felvezette ezt a dolgot. Én voltam az, aki mindig majdnem elérte azt a magas szintet. Ennek ellenére voltak nagyon jó és fontos pillanatok átszvén belül Michael Nutznak, de mindig volt ez a kis valami, ami miatt nem jött össze végül. De aztán rá kellett jönnöm, hogy főleg a HCV első felében egy nagyon fontos fogaskerék volt, és nem feltétlenül Michael Nutz, hanem ahogy Dov is mondta, Diós András, és egyébként nem beszéltünk össze, de egy tök jól rá tudok kapcsolódni a szövegedre. És bár lebeszéltem magamról, hogy ez hülyeség. Ez egy olyan megtiszteltetés, amit úgy vissza lehet utasítani egy Hall of Fame beavatás, tehát ki az a hülye, aki ezt tenné, ugye? Úgyhogy természetesen ez nem történt meg. Gondolkoztam azon is, hogy akkor legalább, ha már beszélni fog, akkor legyen valami különleges, de igazából nincs mitől eltérni. Itt van egy struktúra, engem megtiszteltek valamivel, és én ezért hálás vagyok őszintén, és ezt meg is fogom köszönni. Pedig gondoltam arra, hogy levetkőzök alsógatyára és táncolok, de erről végül letettem. Erről is. Szerencsére szerintem főleg azért, hogy kedves embereknek a retinájában ne égjen bele ez a kép. Ha már itt tartunk, feleségemnek szoktam mondani, hogy az én humorérzékem nagyon széles spektrumon mozog, és az övé meg egy kisebben ezért nem érti néha, amin viccelődök. És nagyon sok vicces dolog volt, ami élményként megértem a HCV történetében. És az egyik ilyen visszatérő poén az volt egyébként, hogy kedves Dovernek küldözgettem mindenféle, illetve pontosabban egy darab videót, de mindenféle kamuszöveggel. Ez a legelső HCV gálán adtam neki egy elég fejreesős mozdulatot, és ennek a kb. 3-4 másodperces jelenetét küldtem mindig el neki más szöveggel. Aztán a technika közbeszólt, mert a Facebook úgy döntött, hogy ha már küldesz egy YouTube videót, akkor megjelenik a kis kép, ezért már le tudta előre vágni, hogy az a videót nem akarja megnézni, és utána soha többé nem nyitott meg egy videót se tőlem. Úgyhogy most megkérem a flacskerulat, hogy játssza le nekünk, hogy mindenki láthassa. Egyébként, ha aki hisz a számmisztikába, az első Niagara Driver 2010-ben volt, a második 2016-ban, és most 2022 van. 6 év eltelt megint. Úgyhogy... Említettem már, hogy micsoda megtiszteltetés, és tényleg az. Ha megnézzük az eddig beavatottakat, ugye Weber Árvi bácsi, ugye a magyar pankráció ősköve, alapköve. Aztán utána ott van ugye Növényi Norbert, idősebb Növényi Norbert, tehát Növényi Norbert édesapja. De ott van Gabriel Angelfire, aki az első külföldi volt, aki nálunk birkózott, és az első ember volt, aki oktatott minket a profi birkózásra, vagy ahogy már szeretnénk meghonosítani a valódi jelentést, a díjbirkózásra. És ott van még két másik ember, Audrey Bright és Koppány. Szeretném megjegyezni, hogy Michael Nutz mindkét tag team partnere volt, ez a két ember. Audrey Bright-dal tag team bajnokok is voltak, de azt megelőzően Koppányban is tag teamben volt. Tehát lehet, hogy Nutznak van egy ilyen varázsereje. Ha Hall of Fame-be akarsz kerülni a hírességek csarnokába, vagy halhatatlanok csarnoka, nem is tudom, valamelyik a kettő között, vagy mindkettő, akkor legyél tag teamben Michael Nutz-szal.
Úgyhogy... Maokai, készíts magad! Aki esetleg nem nézte volna a HCV Factory tavaly volt, igen, segítsetek, szörnyű a memóriám. Akkor ugye Maokája volt egy mérkőzés a NASZ-nak, ahol mint mentor álltja, kiálltak ugye pont az igazgató úr és a orosz brutalitás ellen. És természetesen győztek a jók, Maokai. És jó magam, Michael Natsuki. De amit ezzel szerettem volna mondani, hogy azért vagyok hálás, ez egy köszönő beszéd, tehát ezt azért is mondom, mert azért vagyok hálás, mert ennek a hivatalos mesnek köszönhetően Michael Nats utolsó mérkőzése, illetve az én személyem utolsó mérkőzése, az nem egy növény ellen volt. Mert hogy volt ilyen is, mint mondottam, elég sok élményért és sok vicces dolog történt itt a HCV-ben velem. Az egyik ez Cornél volt, a ruházat az ugye Cornél, azért nem valami normálisabb ruhában vagyok, és ilyen szakadt kopott cuccban, mert hogy ez volt Cornél ruhája, és Michael Nats nyak maszkja. Tehát ezzel szerettem volna megidézni. És ha már Cornélnál tartunk, és a tech teameknél, remélem, hogy Cornélnak is megvan ez a varázsereje. Ugyanis Cornélnak volt egy tech team partnere, László. Aki olyan iszonyatos munkát tesz bele backstage a háttérben, háttérmunkásként a HCV-ben, hogy neki kötelező majd idővel ide bekerülni, az én véleményem szerint, nem vagyok döntéshozó, ezt csak én gondolom így. Lehet, hogy használom a puskát. Oké. Elmondtam gondolataimat az egészről. Beszéltem az idősebb előttem állókról, bár Audrey Bride nem idősebb szerintem, meg Koppány sem, mert hogy öreg vagyok. Igen, én már akkor is öreg voltam, amikor 2010-ben csatlakoztam hozzájuk, és nem feltétlenül a korom miatt, mert akkor azért még én is csak 20 éves voltam, de hogy ez voltam én, a grumpy, az a mogorva öreg ember, meg volt még egy-két anyóka, voltál a másik Bece nevem? Mert hogy néha egy kicsit az erkölcsi normáim kötöttebbek és erősebbek voltak, mint az akkori fiatal HCV tagjainak. És egy kicsit ilyen apáskodva viselkedtem velük néha, meg mint öreg ember nem szerettem a változásokat se nagyon. Na mindegy, szóval ez így jellemző volt rám. Egyébként mondott két gyors történetet Dover is rólam. Én is gondoltam, hogy anekdótázok, de akkor tényleg itt leszünk este 8-ig. És már így is csak 5 percem van. Úgyhogy erről végül letettem. De ha valakit érdekel a Straight Talk, egy korábbi adásában nagyon vicces történeteket mesélünk el így négyed magunkban. Icarus, Dover és Renegade. De együtt. Az egyik legfontosabb dolog, amit adott nekem a pankráció, az nem feltétlen a szereplés. Maga a maszk is részben azért volt, mert nem akartam, hogy lássák az arcom. Nem akarták, hogy tudják, hogy ki vagyok. És ez egész sokáig sikerült is tartani. De a legfontosabb, amit nekem adott például az, hogy ahogy a tanoncok fejlődését látom. Ugyanis edző vagyok a legelejétől kezdve. És amíg egy idő után már nem is én voltam a fő edzőjük számukra, mert följebb kerültek egy másik csoportból, más ember tartotta főként az edzőket, akkor is iszonyat örömmel töltött el, amikor láttam egy Tihanyi Péter debütálását, és hogy hova jutott el. Iszonyat, de ott van BT, aki ma a főmesben fog menni a bajnoki övért. Ott volt korábban ugye Ledényi Balázs, aki közben távozott az erőemelők sorát, erősíti most már. Úgyhogy rengeteg olyan dolgot kaptam a HCV-től és a pankrációnak köszönhetően, amit amúgy az életemből kimaradt volna. Biztos, hogy nem lettem volna edző. És egy másik dolgot is kaptam a pankrációtól, illetve annak köszönhetően, annak révén egy családot, mindjárt kettőt, mert az egyik az a HCV családom volt, ők itt mind kint, és az összes többi korábbi tag. És kaptam egy másik családot, úgyis ennek köszönhetően ismertem meg a feleségemet, és lett kislányom. Úgyhogy, ha pankrációt nézzük, talán erre vagyok a legbüszkébb, pedig nincs köze a pankrációhoz, de a családomra. Mindkét családomra.
És még egy gyors őszinte vallomás, még amíg megnézem, hogy mit hagytam ki természetesen, az az, hogy még ezzel nem tudtam mit kezdeni ezzel a megtiszteltetéssel és ezzel az érzéssel. Nyilván viccesen gondoltam, hogy szeretné jelezni így a vezetőség, hogy többet ne lépjek a ringbe. De tényleg nem tudtam így érzelmileg mit kezdeni vele. És most itt, amikor elindult ez a zene, igen, zene, köszönöm, bocsánat. Kicsit csapongó lesz, belelátok, érezhetitek, mi van a fejembe. Antal, hol vagy? Tartozol egy térdenállásos könyörgéssel. Ez a bevonuló zene volt első bevonuló zenéje Nasznak, és valószínűleg senki sem emlékszik rá, és nem is értették, hogy miért ez szól. Ez Antalnak szólt. Bocsánat, ez csak egy apróság, amit közben eszembe jutott, de tartozol nekem, Antal. Szóval ott tartottam, köszönöm. Mindjárt befejezem, nyugi. Amúgy is később kezdődött a show, úgyhogy nekem is több időm van. Egy kicsit kisiklott az agyam, bocsánat, hogy te Antal miatt szörnyű vagy. A családomnál tartottam, és hogy miért vagyok hálás. Hálás vagyok édesanyámnak, aki ebben mindig támogatott, és ez egy fontos dolog, hogy a család azt mondja, hogy hát ez a hülyeség, amit csinálsz, amúgy okés. És mindenben támogatott. Hálás vagyok az összes olyan backstage-ben dolgozó embernek, akit nem látunk a kamera előtt, ott fönt, ott ülve, fényképészek, kamerások, staffosok, bárki, aki bármit csinált a ringgel és a HC-vel kapcsolatban, nekik hálás vagyok. És eszembe jutott előbb, amit elfelejtettem. Tehát amikor a bevonuló zenél elindult, tehát érzelmileg én tök ilyen stagnáltam, ilyen egy síkban voltam végig. De amikor a zenél elindult, azért majdnem elbögtem magam. Ezt így megjegyzem őszintén. Továbbá a kért még rendkívül hálás vagyok, és köszönetet szeretnék mondani az összes ember, aki megbízott bennem és ringbe szállt velem. Akivel együtt volt meccsem, együtt voltam vele tag teamben, bíró volt a meccsemen, segítő volt bárki. Köszönöm szépen. És ha már volt szó a kamerásokról, bocsi, hogy fel alá járok. Tudom, hogy nem kéne, de feszült vagyok. Mármint ilyen pozitív feszültség, de ideges inkább, akkor így mondanám. És végső sorom az elmaradhatlan és az egésznek az igazi mozgatórugója, az a HCV közönség. Az elmúlt 13 évben minden egyes tagra, aki eljött, azzal, hogy jegyet vásárolt, támogatta a HCV-t és a Magyar Pankráció díjbirkózás fennlétét, fenntartását, fejlődését. Nektek is köszönöm, és én tapsolok nektek. És mert amúgy az életben nem a pontosságomról vagyok híres, de most 6 óra van, és pont befejezem. Szeretném megidézni Kornélt egy utolsó mondatig. Köszönöm a támogatást!